Akkor sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez most egy vonal bejárós videó lesz, már nem ennyire tudok videózni, mert pont amerre megyek, arról fúj a szél, aztán most csak így hátrafelé tudok menni, hogy a szélzaj ne zavarjon nagyon. De egyébként ez a Kunszer Miklós Tarsdú Dunapatai vasútra vonal, és éppen Solton vagyok, innen fogok majd a következő állomásig elmenni. Egyébként a üzemelő csak személyszállítás nincs rajta, viszont teherforgalom van. Tehát látjátok, a sinek nem annyira adosdásak. Hát itt azért néha jár tehervonat. Na, forduljunk csak meg, nézzük meg, hogy... És itt előttünk, hát nem tudom majd... Szélzajtól mi fog ebbe hallatszani, de előttünk van a TH tábla, a tolatási határ, meg a bejárati jelző, ami érvénytelenítve van. Igen, mert forgalmi szolgálat már nincsen. Na, menjünk tovább, majd az ív után jelentkezek szerintem, mert akkor már hátra nem szemből fog fújni a szél. Szóval egy kicsit alább hagyott a szél, úgyhogy most megpróbálkozunk újra videózással. Hát egy ennyire változatlan a helyzet, sétálunk a felmáson. A vonóvezetékek mindig itt vannak mellettem, tehát szerintem az előjelzőig mennek. Valahol itt lesz egy előjelző majd. Egyébként itt lesz egy kisebb ív a pályában egyébként. Csak hogy mutatom, hogy honnan jöttem. Hát itt még egy kisebb ív van. Na, szóval nézzük meg a másik oldalát is. Errefele megyek. Ez pedig egy nyúl. Vagy egy fácán. Hozzadög a bokorba. És ott a háttérben, pedig ez a nagy épület, ez a Solti rádiótorony. Azt is meg fogom nézni, hát ha már itt vagyok, akkor simán azt is megnézem közelről. A kis 2 megawattos középhullámadó, de arról majd külön videó lesz. Mindegyelőre ez a vonalbejárós. És ott már látom az alakjelzőt. És egyébként hamarosan mindjárt kiérünk az 51-es út mellé. Úgyhogy nagyon sokáig, több kilométer hosszan az út mellett fognak menni a sinek. És lassan ide lenne fölvenni a láthatósági mellényt is, de ugye ezt a videót lekapcsolom, aztán utána föl is veszem, mert itt azért kell, mert ez egy üzemelő vasútvonal, és bár a tehervonatok nem mennek gyorsan azért, hogy csak mert hát így szabályos. Akár nem baj az, hogyha minél hamarabb észrevesznek, hogy nyílt a repen, kicsit jobban föltámadt a szél, de hát nézzétek meg, itt van az előjelző, érvénytelenítve. És hát haladunk szépen tovább. Itt pedig már látszik, itt már, ez már füvesített vágány. Látszik, hogy szépen kidőlt a fű a vágányok között. Az űrszelvény meg valószínűleg azért a vonatok azok tisztán tartják. Mint a fák azok még nem nőttek be az űrszelvénybe. Hát errefele megyünk még mindig tovább. Kicsit közelebb kerültünk a rádiótoronyhoz, ott van mellettünk az 51-es út, és mindjárt a sinek bekanyarodnak az út mellé, vagy az út kanyarodik be a sinek mellé. Megyünk tovább. Az Bambi. Na hát elment. Az elém már találkoztam, ugye, ott a másik Bambi. Gyere Bambi, hol vagy? Hát az, na most megvagy. Most, hogy jól vesz a kamera. Most, hogy megismerkedtünk a helyi élővilággal, is mehetünk tovább. Egyébként azt nem mondtam még, hogy... Na itt van, mindjárt meg látjátok, a 281-es szelvényhez érünk, és olyan 300 körül volt Solton. Tehát valószínűleg Kunszer Miklós Tasnál, ahol kiágazik, onnan szelvényezik. Tehát hogy 28 kilométerre lenne Kunszer Miklós Tas, de hát addig most nem fogok elmenni. Az már egy kicsit sok lenne egy nap 28 km nyalogolni, viszont onnan legalább biztos van vonat. Apostaktól meg valószínűleg azért busszal kell valamerre menni. Jó esetben van közvetlen Pest felé, rosszabb esetben meg itt, amelyik Kunszer Miklós Tasig elmegyek, aztán onnan meg már van vonat. Hát majd meglátjuk. Visszaút terve az még nincsen kidolgozva, mert eleve nem tudtam, hogy mikor fogok visszavenni. Mikorra tudok mindent megnézni. Mikorra fog eljutni a következő állomásig. Hát kiértünk a nyílt terepről. Most már itt ilyen fás meg bokros részen megyünk, de... És haladunk az 51-es út felé. Hát az meg ott micsoda. Ja, itt van valami kisebb patak vagy valami, ami felett átmegy a vasút. Ezt megnézzük, és egyébként innen már jól látszik a rádiótodon is. Itt már lehet, hogy be lehetne fogni a rádiótodon ezt a földeken.
majd kiderül. És már közeledünk az átjáróhoz. Az elsőhöz, mert egyébként útátjáró nem is volt már, vagy 3 kilométer óta, mióta jövök. Ott lesz az első. Ilyet se láttam még. Vágány alatt elvezetett vízvezeték. Ez valószínűleg valami öntözőrendszer. De végül is igen, a forgalmat nem zavarja. Ez itt van, hogy ez egy darabon. Hát itt az első útátjáró. Sima, biztosítatlan. És itt van a bekötő út a rádiótorony felé. És errefele pedig mehetünk tovább majd a vonalon. Nézzétek, meg arról jöttünk. Mellettünk az 51-es út, Budapest-Baja. És egyébként ott a tábla is ki van, hogy rádióállomás. Úgyhogy akkor egyenlőre majd innen fogunk tovább menni. Akkor menjünk tovább a postak fele. Még egy körülbelül egy olyan 4 kilométer. Aztán utána onnan. Szerintem addig fogom most bejárni ezt a vonalat. Ja igen, itt van a 266-os szelvény. Hát a postag az valahol a 220-as körül lehet. Egyébként még mindig itt van a rádiótorony. Ezt egy külön videóban ezt is megnéztem. Van egy átelesz. Egy ilyen kisebb. Szerintem ez csak öntöző csatorna a fölött. És hát akkor menjünk tovább. Hát innen már annyira nem lesz érdekes a vonal sem, mert gyakorlatilag végig egyenes, így ameddig belátom, és itt vagyok az út mellett. De hát majd átmenjünk, nézzük meg. Na közben 247-es szelvényig eljöttem, és gyanús, hogy itt van egy megállóhely, vagy volt itt igen egy megállóhely. És itt lehetett a peron. Aha. Nézzétek. Itt valószínűleg peron volt. Igen. Itt volt egy megállóhely, de valószínűleg már akkor megszüntették, mikor még jártak erre vonatok, legalábbis személyszállító. És a menetrendi mezőbe se látom, tehát ez itt egy felhagyott megállóhely lehetett, de ennek majd még utána fogok nézni. Még épp most felült le a telefonom, úgyhogy most nem tudom megnézni, de majd utána nézek. Hát közben haladunk tovább, hát a postag egy pár kilométerre van már csak. Hát akkor ismét haladtunk egy pár kilométert. 228-as szelvény. Itt a következő útátjáró, az is biztosítottam. Egyszerű. És hát haladunk tovább. Hát elvileg a postag az már itt van a közelben, mert minden már azért látszik a falu valamennyire. Hát ott viszont szintén lesz egy ív a pályába eddig. Eddig így gyakorlatilag végegyenes volt. Hát és mindig a közút mellett megy, valószínűleg a közút nyomvonalát követi most is. Hát megyünk rá, tehát sok érdekes nem történt. Egyébként sima ezért 48-as sinek sincs, csak most lerögzítéssel is betonoljak. Ez a pálya, ez végig ilyen. Még csak talfáj szakassal láttam benne eddig. Tehát igazából nincs is rossz állapotban, fényes is, tehát legalább személyszállítás is nyugodtan lehetne rajta. De technikai akadálya nincsen. Na, haladunk szépen előre. 217 most már. Ott meg úgy látom lesz egy felüljáró is, nagyon jó. Visszanézünk, eljöttünk. Hát igen, itt volt egy ív a pályában, és továbbra is a közút mellett halad. De hát haladunk, hamarosan a postagra érkezek. Nem, még max. 1 kilométer. 208-as szelvény közben beértünk egy felüljáró alá, és az pedig ott már a postag szerintem. Ugye, most valószínűleg ez az M5-ös autópálya. Bár mondjuk nem, mert csak kétsávos út, úgyhogy ez csak valami elkerülő út lehet. Megmutatom, hogy már erről jöttünk. Hát erről jöttünk. Közben hát itt sokáig meg megint nyíregyenes volt a ahogy majd ott tovább is, és úgy lehetne észre, hogy ott a távolban lesz egy ív benne, de egyébként egyenes. És itt van egy nyilas tábla is ráadásul, tehát itt még valahol egy őrizetlen váltó is lesz. Ott van, az a fehér kör alakú tábla fekete nyillal, az azt jelenti, hogy nyílt van, ahol őrizetlen váltó kiágazás lesz. Hát akkor az valahol itt van.
Hát megkeressük. Minden esetre már közel kéne, hogy legyünk. Elmásodan, hát nagyon sokat jöttem már, és még mindig semmi. De valószínűleg max. Egy kilométer most már is itt van. Na, közben elkezdett szemelkélni az eső, úgyhogy lehet, hogy nem nagyon lesz már ezután videó, legalábbis nyílt terepen. Nyilván egy elköszönő videót még fel fogok venni, hogyha leértem a postagra. Aztán lehet, hogy szárazon már fogom megúszni, mert mindjárt kiderül. Egyébként itt még haladunk. De hát nem lehet már messze, és még nem esik nagyon komolyan, csak szemelkél, úgyhogy talán megúszom még megázás nélkül. Igen, egyébként itt vagyok már. Olyan 9,5 kilométert, hogyha jöhettem Soltól. De hát haladunk. Nézzétek meg, itt van mögöttem a... Hát jó, eljöttem, ott volt egy földutas átjáró, ott a felüljáró után közvetlenül. És hát innen még szerintem van egy... Nem lehet már olyan nagyon sok. Majd mellett rendkönyvben 9 kilométert írtak, és annyit meg már jöttem, tehát... Szerintem itt kell már lennie. Ha a 200-as előtt nem lesz meg az állomás, akkor... Nem tudom, hogy mi lesz. De hát ez már 205-ös. Tehát már lassan, tehát még 20,5 kilométer, aztán már Kunszert Miklósra is beérek. Na, tehát jó, annyit nem fogok menni. Pláne, hogyha még az eső is esni fog. Ezt nézzétek. Egy tengelyszámláló, de hogy ez pont, hogy került ide, azt nem tudom. És ráadásul ez teljesen újnak tűnik. Nézzétek meg ezt a kígyót. Felmeg átérnek attól, és szerintem itt lesz valahol a bejárati jelző, vagy az előjelző. Hát csak közben meg elkezdett esni az eső. Bár még mindig nem komolyan, de most már isteni, most már azért elkezdett már érezni, úgyhogy remélem most már közel van az állomás. De hát haladunk, hát most már mindegy, hát innen már be kell sétálni. Hát közben akkor megtaláltam a váltót, ami őrizetlen. Ezt jelezte a nyilastábla. És van itt egy fénysoronpót ellenőrző jelző is. 192-es szervénben van egy fénysoronpós átjáró. És ráadásul ez is egészen újnak tűnik. Aha, és ledes. Azt nézzétek. Vagy nem, de ledes. Nem semmi, hogy ez még működik, és egy bezárt vonalra. Bár még teherforgalom még van, tehát lehet, hogy amiatt is, de... Ez azért semmi, és akkor itt van a kitérővágány, hát ez valószínűleg egy rakodó lehetett. Vagy lehet, hogy ez már az állomás, és azért rakták ki ezt a nyilas táblát, mert hogy nincs már szolgálat. Viszont itt még szoktak rakodni. Mondjuk... Így, hogy már vizes a sín, így nehéz eldönteni, hogy akkor ez most miért van, viszont eddig betonaljas volt a pálya, viszont itt a váltó az tartás. Megnézzük. Mondjuk a... De már bármikor ott belógnak a fák az ülszelvénybe, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt így gyakran használnák. Bármire is. De szerintem az lehetett, hogy azért rakták ki a nyilas táblát, mert az állomáson nincs szolgálat. Viszont a vágányok meg megint megmaradtak. Lehet, hogy már a vonal életében se volt itt szolgálat, mikor még rendesen jártak a személyszállítók is. És nem volt keresztezési lehetőség, meg semmi, vagy hát lehet, hogy volt, csak nem használták. Itt még nem volt vonatkereszt, azért meg árufeladás, régóta ezért megszüntették, vagy hát legalábbis így az állomást azt így elintézték, hogy nem lett szolgálat, de van zárva, viszont legalább a kitérő vágányokat nem szedték fel. Ami dicséretes, mert sok helyen még üzemelő állomásnál is felszedik, de igazából sok értelme nincsen, mert pár fillért lehet vele spórolni, semmi egyebet. Meg ráadásul felszedés is költséges, hogy egyszerűen csak ott hagyják, az meg nem. És ha később mégis szükség lenne rá, akkor legalább nem drága pénzen kell visszaépíteni. És közben megérkeztünk a buszas szelvényhez. Ott van. És hát a 200-ashoz egész pontosan. Tehát innen pont 20 kilométerre van Kunszert Miklós tasállomás, ahonnan ez a vonal kiágazik. Hát
egyszer szerintem végig fogom sétálni ezt a vonalat is. Majd hát így több részletben. Mert még soha tudtam, is megy tovább Dunapataig. Tehát onnan is még van legalább aztán egy 20-as kilométerbe. Mondjuk azt már azért egy nap alatt le lehet nyomni. Igazából le lehet 30-at is, mert sétáltam már egy nap 30 kilométeres sínek között, de az azért elég kemény volt. De arról is van videó, az volt a környe kisbél. Az 30 kilométer. Sőt, egy picivel több is volt egyébként, mert az utolsó fél kilométeren letértünk a vágányról, és inkább a közúton mentünk, és hát már kisbél településen belül, ezért így egy legalább 500 méterre többet mentünk. Meghátszott, hogy az a ránk is esteredett, aztán nem akartuk jobban. Különösségét ott a tábor gyapostag, 400 méter, tehát jó helyen vagyunk. És szerintem az ott a háttérben az épület az már az állomás. Hát az eső szerencsére elállt. Vagy legalábbis nem kezdett rá jobban. Eladunk, és ez már bizony a postag. És itt van egy buszmegálló is szembe, úgyhogy ezt majd mindjárt megnézzük, hogy van egy busz, de előtte itt körbe fotózunk mindent. És igen, és ezek itt már valószínűleg a kitérő vágányunk, és akkor ott az állomás épület, azt még megnézzük. Itt már egyik oldalt van buszmegálló, akkor a másik oldalt is valahol lennie kell. És hát igen, ez már a postag állomás. Ott van, ott a busz megálló. Megnézzük, hogy hova lehet innen eljutni. Kunszer Miklós tasra, Budapestre, vagy valahol környéke csak megy. És közben itt vagyunk az állomásnál, igen, ezt látjátok. Ott van még a felvételi épület, azt még közelebbről megnézzük. Feltéve, hogy lesz rá időnk. Mondjuk előbb megnézem, hogy honnan megy a busz, vagy hogy megy, mikor. Egyáltalán most hány óra van. Na szóval akkor azt jelenti, hogy 14 óra 27-kor megy egy busz Kiskunlacházára. Ami jó, mert onnan már van vonat. Úgyhogy körülbelül még egy fél órán van itt szétnézni. Úgyhogy addig még kényelmes tempóba elmegyek, megnézem a felvételi épületet. És azt tesz, hogy az egyik kitérő vágány az elég hosszú volt. Azt láttátok, hogy ez volt az a legutolsó kitérvágám, amit a nyilas tábla is jelzett, az elég hosszan elmű, a többi ennyire nem, mert az itt ágazik ki, hogy ki még az első, az vágányzáros kodompóval le is van zárva, és még erre vannak, és itt van maga a felvételi épület. Egy kicsit benne, ott eltakarják már a fák szerintem, de megnézzük, és ott arra fele meg szintén van ja, annak a kiágazásnak. Tehát összesen három vágány van az állomáson. Tipikus három vágányos állomás. Valószínűleg egy szabványos felvételi épület lesz. És esetleg mi Solton hozzának kiépítve, hát itt van a peron. Ezen a vágányon volt csak, hát valószínűleg olyan nagy forgalma nem volt, meg vonatkereszteket sem bonyolítottak itt valószínűleg. Maximum, hogyha tehervonat volt, és azt állították itt félre, de... Nem, hát a túloldalt ott nincs is peron, ez az egy van. Ezt se gondozza már senki, az is látszik. És hát itt van maga az épület. Ugye megnézzük közelebbről. Ez nem úgy tűnik, mintha lakott lenne. De még megvan a... Igen, várótelen nyitva is van, akkor be fogok menni. A név az még rajta van. Hát a neonokat már leszették, de maga a felirat még itt van. Itt van még egy melléképület, szerintem ez is a vasúthoz tartozott valamikor. Ez se úgy néz ki, mintha laknák. Viszont körbe van kerítve. Hát ki tudja. Ja igen, hát itt voltunk egyébként bent. Szerintem ez egy régi kút volt valamikor, csak betemették. És igen, ez volt a... Na ezt még megnézzük, van időnk. Hát nem tudni, hogy ez régen mi volt. Szerintem valami azért raktár lehetett, vagy disznó esetleg, vagy nem tudom.
És ez, hát ennyi, jobban be se lehet menni. Ez itt omtál, meg megint a szemeteket hordanak. Úgyhogy ki is mászok innen. Ja, egyébként a lakodó pedig ott van. Hát itt voltak vezetékek is valószínűleg, itt a télvilágítás, vagy ilyesmit, ezeket leszerelték, vagy ellopták, hát látszik, a póznák azok ott vannak. Világítótás meg vezeték az meg nuku. Tehát akkor menjünk tovább. Igen, közben ráléptem valamire. És akkor itt van a felvétel, épület úgymond utcafrontja. Innen visszasétálom majd a buszmegállóhoz. Meg hát akkor volt egy kis urbexelős részt is, amikor ugye bementem az épületbe. Hát igen, azt látszik, ott a padlás neki ment. Onnan estem ki az előbb, ott azon a lukon. És azért innen is látszik, hogy a tetőszerkezet nincs ám jó állapotban. Hát azért sem mentem ott fel a padlásra jobban szétnézni. Meg hát ki tudja, meg itt is látszik az épületnek az állaga is, hogy ez itt semmiért, tehát ezt nem lakják, meg nem is csinálnak olyan semmit. Hát akkor ez ugye ennyi majd így jelentkezik. Hát akkor ez gyakorlatilag ennyi lett volna. Mint ez a szabványos beton, mávkerítés. És valaki ki is borította. És ez viszont egy külön helyiség, tehát szerintem ez volt a forgalmi iroda, de hát le van zárva ez is. Viszont ezt az adakot kitölték, tehát itt a bevállalósabbak esetleg be tudnak mászni és szétnézni, hát én most nem vagyok az. Aha, és itt van valószínűleg a villanyvezeték, ja, igen, hát ez meg a villanyogó szekrény lehet, de azt sem nyitom ki, mert nehogy hivatlan vendégekkel találkozzak ott. Hát, vagy a szokásos gesztenyefák az állomás előtt. Egyébként ez régebben sok vasútállomás környékére ültettek gesztenyefákat, már csak azért is, mert nagyon sok vizet felszívott alajból. Tehát így nem nedvesedett át az állomás környékén, meg nem süllyedt meg az alapozás, most többi, de ezeket azért csinálták a gesztenyefákat, azért ültették mindig a vasútállomás elé. Tehát 150 évvel ezelőtt így tudták megoldani, hogy sokáig álljon egy épület, például egy vasútállomás esetleg olyan helyre épültették, ahol magas volt a talajvíz, vagy ilyesmi, akkor gesztenyefa az elég sok vizet felszívott a talajból és elpárologtatott. Hát ez csak egy ilyen történet. Ezt én is nem végig tudom, valamelyik ilyen elveszett vágányos Facebook oldalon írta valaki. Hát akkor szerintem ez ennyi. Na akkor itt ezt a vonalbejárost videót akkor be is fejezem. Végül is eljöttem a postagig, innen már busszal megyek tovább. Úgyhogy ez ennyi lett volna. Lesz majd egy külön videó valószínűleg az épület belsejéből. Az biztos, hogy felrakom külön. És egyébként akkor megköszönöm, hogy megnéztétek, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, tudjátok, a szokásos. És hát lesz majd még hasonló. Most már, hogy ilyen hűvösebb az idő, most már ez vonalbejárás az éppen ideális. Tehát most is, hogyha még sokáig ilyen idő marad és lesz időm, akkor még fogok vonalakat bejárni, mert az, amikor dögmeleg van, meg ilyen nyáron nem jó, mert akkor ott a sineken sétálva megdög lesz, de ilyenkor meg teljesen most azért túl hideg sincsen. Túl meleg sincsen, tényleg meg azért nem lehet, mert akkor meg, hogyha leesett a hó, akkor nem látszik a vágány, de ez az őszi meg a tavaszi időszak a legjobb ilyen szempontból vonalbejárásra, de biztos, hogy lesz még vonalbejárásra, azt mondjuk, és én többet tervezek, meg valamit elkezdtem és nem fejeztem be, hát majd ahogy idő engedi, úgy lesz ez is. Hát akkor ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek, tudjátok, like, dislike, stb. Sziasztok!